A Teveli Szivárvány óvodák és bölcsőde lengyeli tagvódájának műsorával indult a település megújult faluházának ünnepélyes átadása, ahol Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy fontos a közösségek erősítése, így azon épületek megléte is, ahol olyan programokat tudnak megvalósítani a települések, amelyeknek közösség összekovácsoló erejük van. Az elmúlt időszakban is, az elmúlt 12 évben is, és a következő években is a legfontosabb az, hogy a közösségeinket megerősítsük, akár itt Magyarországon, akár pedig a Kárpát-medencében, mindenhol, ahol magyarok élnek, erős közösségekről tudjunk beszélni. A közösségi szintereknek a fejlesztése is rendkívül fontos, így például a lengyeli faluháznak a korszerűsítése. Itt most az energia hatékonyságot növelték meg a korszerűsítéssel, 58 millió forintos beruházásról beszélhetünk, ahol gyakorlatilag energia szempontjából, legalábbis a fűtést tekintve szinte teljesen önállóvá tudott válni ez a művelődési ház, illetve faluház. És hát azt gondolom, hogy a jövőnek az egyik útja ez lesz, hogy az energiahatékonyságot mindenféleképpen növeljük, és a helyi lehetőségeket próbáljuk minél jobban kihasználni. A településen működő óvoda csemetéi, akik remélhetőleg maguk is sokszor megfordulnak, a mára már korszerűvé vált faluházban örömmel készültek a pedagógusok vezetésével erre az ünnepi alkalomra. A körjátékok számos olyan hagyományt elevenítettek meg, ami fontos lehet egy közösség összekovácsolásában, mint például a májusfa állítás. Ház előtt egy májusfa, lányok járják alatta, egy szép legény arra jár. Mit akar? Virágot. Melyiket? A legszebbiket. Akkor a Nellit ajánlom. A falu életében fontos momentumra Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője mellett meghívást kapott a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Fehérvári Tamás és Orbán Attila alelnök is, akik közreműködtek az ünnepélyes keretek között megtartott szalagátvágáson is. A 200 éve még iskolaként funkcionáló épület energetikai korszerűsítésére nagy szükség volt már. Az elkészült fejlesztésnek köszönhetően lengyel település évente megközelítőleg 2 millió forint energiaköltséget takarít meg, tudtuk meg a település polgármesterétől. Nagyon örülünk neki, hogy fel tudtuk üteni az épületünket. Toppos forrásból tudtuk felújítani, amire összesen több mint 60 millió forintot kaptunk. Ugye, amint említettem a beszédben is, az első körben nem volt elég a pénz, de megkaptuk az államtól a szükséges pluszt is. Nagy szükség van erre itt a faluba, ugyanis máshol nagyon nincs olyan lehetőség, hogy összejöjjenek az emberek, és igény van rá. Tehát azt veszük észre, hogy egyre több az igény, főleg itt ebbe a faluba a családos. Tehát itt akkor tudunk szép számmal ide hívni embereket, meg összegyűjteni, ha családostól, gyerekestől lehet jönni, mert eljön a kisbabával, a kisfiúval, a kislánnyal, a szülő is, megnézi, hogy szerepel, és nagyon jól érzik magukat. Hőszivattyús fűtésrendszerünk lett, nagy napelemes rendszer van, ami reményeink szerint, ha nem is 100%-ba, de legalább 90%-ba a fűtésrendszerhez áramot is meg fogja termelni a napelem, és így saját forrásból tudjuk a fűtésünket is ugye megoldani, meg ugye nem kell akkor gázzal, meg mással fűteni, így a karbonlábnyomunkat is minél jobban lecsökkentsük, mert a mai helyzetben ez is nagyon fontos. A faluház több funkciót is ellát a település életében, minden korosztály igényeit igyekeznek kielégíteni. A teleház is itt működik, a könyvtárunk is itt működik, számítógépes szobánk is van, amikor a gyerekeknek ide tudnak jönni, akik otthon nincsenek úgy eleresztve géppel, akkor nyugodtan tudnak jönni és használhatják. A könyvtár az épület tetőterében került kialakításra, de ez nem lehet akadály senki számára, aki olvasni szeretne, hiszen az itt dolgozók szívesen segítik azokat, akiknek gondot jelent a sok lépcső. A közel 60 millió forintos topos forrásból a fűtéskorszerűsítés, a napelemes és napkollektoros rendszer kiépítése mellett hőszigetelésre, valamint nyílászáró cserére került sor a lengyeli faluházban.